meg a tárgyaló hallgatóinkat, köszöntöm a megjelenteket. Tisztelt végzős hallgatók! Tisztelt ünnepő közönség, kedves barátaim! Jeles nap ez a mai. Jeles nap ez nektek, kedves végzős hallgatóink, akik oly sok tanulással eltöltött munka után. Sok lemondás, de ugyanakkor remélem, hasonlóan sok motiváló élmény emlékével gazdagodva, ma elértetek ahhoz a ponthoz, hogy diplomátokat, illetve tanulmányaitok elvégzését igazoló területeket átvegyétek. Jeles nap ez családaitok számára is. Hiszen ti tudjátok legjobban, hogy a lemondásból, de persze az örömből is, számukra is bőven tiltott ezen időszak alatt. Jeles nap ez a Károly Gáspár Református Egyetem számára is, hiszen az egyetem társadalmi szerepvállalásának megfelelően olyan új, magasan képzett szakembereket bocsát ki a mai napon, akik reményeink szerint társadalmunk meglévő egyenlőtlenségeinek orvoslásában hatékony szerepet fognak vállalni. Amikor tehát majd néhány év múlva megkérdezik tőletek, a jó nevű Károly Egyetemnek tényleg a szociális és egészségtudományi karát végeztetek? Örömmel és megfelelő lazasággal válaszolhatjátok, mi az hogy? Ráadásul a legelső év folyamán. Végezetül szeretnék még egyszer gratulálni végzős hallgatóinknak, együtt a sikeres és kiteljesítő életet kívánni. Kérjük, hogy emlékezzetek jó szívvel Alma Materetekre, a Károly Gáspár Református Egyetemre, szakmai életetekben pedig hasznosítsátok az itt elsajátítottakat, egyúttal pedig őrizzétek meg a református felsőoktatás hagyományait és azt az életszemléletet, amivel itt találkoztatok. Valamennyitök egyúttal családjaitok életére Isten áldását kérem. Önök elsők és utolsók, vagy fordítva mondom, inkább utolsók és elsők. Bár még talán lesz egy olyan évfolyam, amelyik nem ezen a karon kezdte el a tanulmányait, de mégis önök azok, akik a tanítóképző főiskolaikar keretében végezték el tanulmányaiknak a nagy részét, viszont már az új szociális és egészségtudományi karon végeztek. Úgy gondolom, hogy most értek haza, hiszen egyetemünk felépítése, illetve oktatási rendszere az idei tanévvel változott meg, és lett egy ötödik karunk, a szociális és egészségtudományi kar, amely kifejezetten a segítő szolgálatokra, segítő hivatásokra képzi azokat, akik ide jelentkeztek. Ide jelentkeztek a Károly Gáspár Református Egyetemre. Hiszen jelentkezhettek volna máshová is, mert más egyetemeinken is Magyarországon van szociális munkás képzés. Mégis miért más az, amit a Károly Gáspár Református Egyetem nyújt, vagy nyújtani szeretne? Örömmel hallottam azt a megköszönő szavakban, hogy tanulni jöttek, diplomát szerezni és hivatást kaptak. Úgy gondolom, hogy a keresztény értékrendben gondolkodó emberek számára a másik segítése nem csupán egy foglalkozás, hanem egy életre szóló hivatás.
csináltam. Igen, hát igen, neki is azért az bizony, hogy az